Éjfél után már jóval többet kell fizetni az autógázért. 249 forintról 266 forintra emelkedik, ez 17 forintos emelkedés. Az LPG adója 50%-kal nőtt, eddig átlagosan 250 forintot kellett literenként fizetni érte. Eddig is sokan vásárolták a gázt, de az áremelkedés után is jelentős lesz a spórolás, ezért sok embert várunk azután is. Sok autós ezzel próbál spórolni, főleg azoknak érte meg, akik hetente legalább 200-300 kilométert tesznek meg. Egy személygépkocsi átalakítása körülbelül 180 ezer forint, ehhez több mindent be kell szerelni. Pótkerék tartály, ez konkrétan belül a feléklemezbe van beszerelve. Az átalakítás eddig másfél év alatt térült meg, a jövőben ez az idő hosszabb lesz, de az autószerelők szerint hosszú távon még így is lehet takarékoskodni az autógázzal. Ha nem emelkedik a benzin ára, akkor is lesz, folyamatosan mindig lesz, aki átszereli, mert amikor konkrét példa, ilyen 100 ezer forintos üzemanyagköltsége van valakinek, aki mondjuk Ausztriába jár dolgozni. Most, hogyha ő azt le tudja csökkenteni, mit tudom, akár 70 ezer forintra, őnek az akkor is 30 ezer forint megtakarítás havonta. Tehát mindenképpen megmarad, csak legfeljebb nem ilyen tömeges mértékben. Az elmúlt években több alkalommal nőtt a benzin és a gázolaj adó mértéke, ezt azonban nem követte az LPG, ezzel indokolta a kormány a drasztikus emelést. Ráadásul 2012 első negyedévében jelentősen emelkedett az autógáz felhasználása. Az autógáz adója két lépcsőben drágul, a mostani emelés után májusban szintén 17 forinttal kell többet fizetni az LPG-ért.